Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap főünnep, az Úr Jézusnak a mennybe menetelét ünnepeljük, és ezen a vasárnapon a régi hagyománynak megfelelően első áldozók is lesznek, mégpedig 8-an a Szent Pál Marista Általános Iskolából szép fehér ruhában itt állnak a minisztránsok mellett. Ez mindnyájunk számára a legnagyobb és legszebb ünnep, hiszen magával a feltámadt Jézussal találkozunk a szent áldozásban. Ebben a szentmisében imádkozzunk ezekért az első áldozókért, mégpedig azért, hogy az Úr Jézussal való találkozás mindig örömteli legyen, és mindig tudják azt, hogy a szent áldozásban a legnagyobb ajándékot kapjuk a jó Istentől. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor. És titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Foglaljunk helyet, és az első áldozók elmondják az imájukat. Yes.
mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd végadjunk gyermeki háladással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fővé tette mennybe. Szenvedés után sokféleképpen bebizonyította, hogy él, 40 napon át ismételten megjelent nekik, és elbeszéltem az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről minden mondta tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem, a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját eszése szerint. De amikor leszállt rátok a Szentlélek, erőt tölt el bennetek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egész földön, végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük látára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem látták. Miközben feszülten figyelték, hogy emelkedik az égben, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre már tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Efezóisokhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsességet és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán.
és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbára ültette. Fölé emelte minden fejedelmességnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Minden lába alá vett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betör. Ez az Isten igéje. Felállunk és énekelünk, alleluja! Alleluja, 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 áldott az Úr. Alleluja, 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 áldott az Úr. Áldott az Úr, alleluja, áldott az Úr, alleluja, áldott az Úr, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Feltámadás után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon föl kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek atyám megígért ajándékát, maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves első áldozók, kedves testvérek! A régi liturgia szerint mindig áldozó csütörtökön volt az első áldozó. Azért nevezték áldozó csütörtöknek, mert ilyenkor járultak először szentáldozáshoz a gyermekek. Ugye ez a mai nap nem vasárnapra esik, hanem a 40. nap, az elmúlt csütörtökön lett volna, az úgy nevezzük, hogy áldozó csütörtök. Tudjuk, hogy az Úr Jézus miután harmadnapra föltámadt a halálból, 40 napon át megjelent az övéinek, és a 40. napon fölemelkedett az égbe. Mindenki csodálkozott, és az angyalok is megjelentek, akik azt mondták, hogy ahogyan látjátok, hogy az égbe emelkedik az Úr Jézus, ugyanúgy fog eljönni az utolsó ítéletkor is. És ahogyan az evangéliumban hallottuk, mindnyájan leborultak és imádták Jézust. Mindnyájan leborultak. Mert azok, akik látták, több mint 500-an látták az Úr Jézusnak a mennybe emelkedését, mind tudták, hogy
aki ott van közöttük, az valóban az Istentől van. Mert imádni csak egyedül az Istent kell, és egyedül az Isten előtt kell leborulnunk. Tehát az ott lévők meglátták a feltámadt Jézus Krisztusban az élő Istent, aki az égbe emelkedett, és ezzel kifejezése juttatta számunkra, hogy már ebben a formában, mint ahogyan az apostolok találkoztak a feltámadt Krisztussal, már nem lesz módunk, csak majd akkor, ha mi is a mennyországba kerülünk. Nem tudom, mennyire figyeltek a kis elsőáldozók meg a felnőttek, de amikor énekeltük a dicsőséget, volt egy mozdulat, a feltámadt Krisztusnak a szobrát leemeltük a tabernákulumról, és bevittem a sekrestjébe. Ez a mozdulat azt jelzi számunkra, hogy igen, a feltámadt Jézus már ilyen formában nincs közöttünk, hogy fizikai módon lássuk őt. Mégis a két ünnep, hogy áldozó csütörtök, illetve az első áldozás ezen a mai napon történik, abból fakad, hogy ő mégis itt van közöttünk. Az oltári szentségben, az eukarisztiában a feltámadt Krisztus van közöttünk. Talán kérdezheti az okoskodó ember, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Úr Jézus, a feltámadt Jézus minden egyes kis hófehér ostjában jelen van. Akár melyikünk magához veszi az eukarisztiát, mégis a feltámadt Krisztussal találkozik. Hogy van ez? Hát egy nagyon egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, mégpedig van egy tükör. A tükörbe látjuk magunkat. Mégis, hogyha ez a tükör leesik és darabokra hullik, akkor az az érdekes dolog történik, hogy mindegyik kis picike tükörbe ugyanúgy meglátom magamat. Nem csak a kicsiben, illetve nem csak a nagyban, hanem a kicsiben is. Na hát, hogyha ez egyszerű tükör ilyenre képes, akkor az Isten mennyivel inkább, aki önmagával ajándékoz meg bennünket, és a szent áldozásban vele találkozunk. Annak is nagyon örülök, hogy most mindnyájan fiúk és lányok fehér ruhában vagytok, és kis kereszt van a nyakatokban. A fehér ruha most számotokra valóság. Akkor, amikor megkereszteltek benneteket, talán többen kicsik voltatok, nem emlékeztek rá, de a pap, a keresztelő pap a fehér ruhát tette rátok, és azt mondta, hogy ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságotok jele. Hozzátartozóitok szavai és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot megőrizzétek az örök életre. A hófehér ruha emlékeztet bennünket a kegyelemnek az állapotára. Mégpedig számunkra az a kegyelem, hogy az Isten gyermekévé fogadott bennünket a keresztség szentségében. A fehér a tisztaságnak a jelképe, jelzi azt, hogy a lelkünk tiszta lesz. Ugye csütörtökön volt az első szent gyónásotok, amikor a gyóntató székben megtapasztaltátok azt, hogy hát egy papbácsinak kell elmondani a bűneiteket, mégis az ő föloldozása az az Istentől van. Amikor azt mondja a pap, hogy én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, akkor talán nem mindig figyelnek még a gyónú felnőttek sem, de a feloldozás szavaiban a Szent Lelket kérjük, a Szentlélek az, aki megtisztít bennünket. Az egyház szolgálata által a Szentlélek az, aki megtisztít bennünket a bűneinktől. Csak hogyan az Úr Jézus ránk hagyta, úgy történik ez, hiszen feltámadása után megjelent az apostoloknak, rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűnei, az bocsánatot nyer. Hát valójában a Szent Jónásban visszakaptátok azt a lelki állapotot, amit akkor kaptatok meg először, amikor megkeresztelkedtetek. Tehát ez a fehér ruha emlékeztet benneteket arra a kegyelemre, amit az Istentől kaptatok. És számunkra ez a nagy ajándék. De az kis kereszt emlékeztet bennünket az Úr Jézusnak a megváltói halálára.
mégpedig, hogy az Úr Jézus az életét adta értünk, azért, hogy bennünket bevezessen az ő boldog életébe. A kereszt mindig az Isten szeretetére, nagy lelkű szeretetére emlékeztet bennünket, mégpedig arról, hogy ő az ő életét adta számunkra. De még ettől nagyobb dolog történik a szent áldozásban, amikor abban a kis hófehér ostyában a feltámadt Jézus megy hozzátok. Illetve minden egyes szent áldozáshoz van ez történik. Nehéz ezt megfogalmazni, ahhoz, hogy igazán meg tudjuk hallani, hogy az Isten mit is akar nekünk mondani, ahhoz csendben kell lennünk, el kell csendesednünk. És időnként lehet, hogy egy üres templomban, amikor egyedül vagyunk, sokkal jobban meg lehet hallani, hogy az Isten mit akar nekünk mondani, mint amikor nagy imádságban és nagy lelkesen énekünk. Arra is szükség van, csak nem biztos, hogy azt halljuk, amit az Isten akar nekünk mondani. Ebben a mai evangéliumi részletben kifejezésre jutott az is, hogy az Úr Jézus azt mondta a tanítványaiknak, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Istennek a bocsánatát, és az Istennek az irgalmát. Hogy az Isten jóságos, és hogy az Istennek szüksége van minden emberre, minden népre, és minden emberre. Valójában az egyházunknak az egyetemessége, az egyházunknak a katolikussága pontosan ezt jelenti, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar. Az Istennek minden emberre szüksége van. Ferenc pápa az elmúlt évben, ez év november 20-áig, Krisztus király vasárnapjáig az irgalmasság szent évét hirdette meg. A tegnapi napon egyházmegyei zarándoklat volt, azon vettünk egy páran részt innen Karcagból is. Nagyon szép ünnepség volt, és azt a logót láttuk, ami egészen érdekes, bár a Szent Pál Marista Általános Iskola tanárai, amikor az érsekül tartotta nekik a lelki napot karácsonykor, akkor pontosan erről tartotta, és a logóról is beszélt, amiben az az érdekes, hogy az irgalmas szamaritánust ábrázolja, aki a vállára veszi a megsérült embert, és viszi a fogadóba. És az az érdekessége ennek a képnek, hogy ugyan két arc van, de csak három szem. Azért, mert hogy az Úr Jézusnak az egyik szeme, aki valójában az irgalmas szamaritánus, és akit visz a vállán, annak az egyik szeme egybe olvad. Vagyis azt jelenti ez számunkra, hogy mindannyian megtapasztaltuk az Istennek az irgalmát. És ha ezt megtapasztaltuk, hogy az Isten bennünket fölemel az ő életébe, fölemel bennünket az Isten gyermekeinek a méltóságába, akkor onnantól kezdve mi is irgalmas szamaritánusok vagyunk. Vagyis az Úr Jézus kéri a mi szemünket, hogy mi is észrevegyük azt, hogy hol kell nekünk cselekedni. Kéri a mi kezünket, hogy a kezünkkel, a cselekedeteinkkel segítsünk az embereken. Tehát az Istennek nagy szüksége van ránk. Kéri a mi szemünket, kezünket, szánkat, lábunkat, hogy az Isten jóságát megjelenítsük ebben a világban. Ami természetesen nem könnyű feladat, de mégis ez a feladatunk, ha igazán Krisztus követők akarunk lenni. Az Úrnak szüksége van rám. Egy pápua új-guineai misszionárius élte a maga világát, és egyszer csak megérkezett az elöljáró. Az elöljáró tapasztalatokat akart szerezni, hogy Ausztrália mellett lévő szigeten, ahol nagyon egyszerű emberek élnek, hogyan is élik meg a keresztény mi voltukat. És látta, hogy nagyon lelkesek, nagyon örömteliek, a szentmisében valóban újongás van,
valódi Isten találkozás. És hát ahogyan így beszélkedett a misszionárius szerzetessel, bement a szobájába, és azt vette észre, hogy a falon nem egy kereszt lóg, hanem egy szamár. És megkérdezte tőle, hogy hát kedves szerzetes testvér, mi ez a szamár, mit akar ez jelenteni? És a következőt mondja, hogy mosolyogva, hogy hát én vagyok ez a szamár, én vagyok az Úr szamara, mert az életem során mindig azt tapasztaltam, hogy az Úrnak szüksége van rám, és én örömmel álltam rendelkezésére. Nyilván a misszionárius története a Jeruzsálembe bevonuló szamárra emlékeztet, mégpedig akkor, amikor az Úr Jézus elküldi az apostolokat is, azt mondja, hogy menjetek el, mert szükségem van egy szamára. Hát valójában azt gondolom, hogy ilyen minden misszionárius, minden szerzetes, amikor akár egy egészen más helyre, más kultúrába kell az Isten szolgálnia és az ő szeretetéről tanúságot tennie. És ugye a szamárnak mindig vigyáznia kell rajta, hogy nem ő a lényeg, hanem aki a hátán ül. Ezért ez mindenjárunk számára egy fontos dolog, hogy miközben Jézust jelenítjük meg, mindig tudnunk kell azt, hogy mi őt szolgáljuk, és az ő szolgái vagyunk. Kérjük ebben a szentmisében a megígért szent lelket, aki pünköskor leszállt az apostolokra, és azóta vezeti és élteti az egyházát, hogy mindnyájunk számára a szent áldozás valódi találkozás legyen a feltámadt Krisztussal. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott, írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiú. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kedves első áldozó, a húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztetek Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjátok az élet útját. Ezért most, amikor részesültök az Úr Jézus húsvéti ajándékából, az eukarisztiából, mondjátok el keresztségi fogadalmatokat, amelyet annak idején szüleitek és keresztszüleitek mondtak el helyettetek. Ebben ellene mondotok a sátánnak és minden cselekedetének, és megígéritek, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek fogtok szolgálni. Ezért most megkérdezem tőletek. Ellene mondotok-e a bűnnek,
hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek. Ellene mondunk. Ellene mondatok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondatok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, a mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Most következnek az egyetemes könyörgések. Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adtassanak számot a mi lelkünkről. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a népek vezetőjét, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egyház tagjait, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt neki a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egyház közösségünkét, hogy egykor mindjárt együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk az első áldozókért, Baga László, Budai Virág, Farkas László, Kanalas Dávid, Kökény Katalin, Buzsoma Izabella, Vadász Katalin és Váradi Noémi, hogy Jézusnak mindig hű tanítványai legyenek, és hogy mindig tiszta szívűek legyenek, és szeretetben éljenek. Add, Urunk, hogy napról napra növekedjenek jóságban, bölcsességben és kedvességben, előtted és az emberek előtt. Kérjük Urunkat! Kérjük téged, hallgass meg! Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradja a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus, ami Urunk által. Maradj velem, Úgy kérlek Jézus, maradj velem, így vagyok, így kell.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén, alázattal kérünk viszont zásul add, hogy szentség ajándékaid mennyei életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Urunk Jézus dicsőséges királyunk, a bűnt is a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjunk. Ítélje a világot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt, reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük a mennybe, ahová, mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség. Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért viat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világot. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Megkérem az elsáldozókat, hogy most jöjjenek ide a körém. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadás után Jézus így köszöntötte apostolait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje,
legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen béke. Asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Uram Jézusom, szent áldozásra készülök, hiszem, hogy itt vagy a szent ostjában. Az utolsó vacsorán, amikor kezedbe vetted a kenyeret, ezt mondtad: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, amelyet értetek áldozatul adok. Uram, te annyi beteget meggyógyítottál, remélem, hogy engem is kigyógyítasz, és megerősítesz szeretetben, amikor a szent áldozásban eljössz hozzám. Bánom, hogy tanításodra nem mindig figyeltem, és bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és minden megteszek, hogy hűséges tanítványod legyek. Szeretlek, Jézusom, mert oly jó és irgalmas vagy hozzám, és minden emberhez. Jöjj, Uram Jézus, állj meg látogatásoddal kegyel, állj meg látogatásod kegyelmével. Ámen.
szülő imája gyermekéért. Uram, ki nekem gyermeket adtál, fogadd el most érte hálámat. Hallgass meg irgalmasan imámat, add szent áldásodat reám. Adj neki jó egészséget, növeld őt igaz emberségben, szeretetben. Legyen vele szent lelked, hogy sértetlenül megmaradjon ártatlanságában, okosságában, jóra való nyitottságában. Ott meg minden bűntől, bűnre való kísértéstől, lelki gyöngeségtől. Adj neki erőt törvényeid megtartására. Engedelmes legyen a jóban, szorgalmas feladataiban. Mindenkor neked szolgáljon, hogy élete téged dicsérjen, és így örökre boldoggá tehesd. Atyai szeretetben, krisztusi irgalmadban, erős kezedben ajánlom őt. Szűz Mária, Jézus anyja, könyörögj érettünk. Szent József, a csodák, a családok védőszentje, könyörögj érettünk. Ámen. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei eredellel táplálsz, add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus a mi Urunk által. Először is szeretnék köszönetet mondani a marista testvéreknek, a tanároknak, a szülőknek, hogy most 8 első áldozó van az iskolából, az elmúlt évben 4-en voltak, azt hiszem előtte 2-en, úgy szép lassan növekednek. Most is többen lettünk volna, vannak, akiket a szülők még nem engednek, de bízunk benne, hogy szép lassan leomlik majd a fal, és akik szeretnének első áldozó lenni, azoknak lehetősége lesz erre. Nagyon örülünk annak, hogy veletek is gazdagodik most az egyházunk, hogy ti is egyre inkább szeretnétek az Úr Jézust követni, és hát annak örülünk, hogyha majd a későbbiekben is minél többen lennének első áldozók. Majd a Szent Mise végén a kis első áldozókat, a szerzetes testvéreket, a tanáraikat és a szülőket várom a plébániára. Aztán hirdettem a kedves testvéreknek, hogy a jövő hétnek a miserendje úgy alakul, hogy kedden reggel 7 órakor lesz Szent Mise, szerdán 4:30-kor a Szent Pál Marista Általános Iskolában, csütörtökön reggel 7 órakor, pénteken és szombaton este 17:30-kor kezdődik a Szent Mise. A péntek esti Szent Misét elhunyt Mátyus Imréné, Vince Julianna, Benesucki Jánosné, Ulvecki Mária nagymamákért, és elhúny Benes Hucki János édesapáért és Mátyus Margit édesanyáért ajánljuk föl. A szombatesti szentmisét pedig elhúny József édesapáért. A következő vasárnap is fő ünnepünk lesz, Pünkösnek a szent ünnepe, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük majd. A szokott időben 8:30-kor kezdődik a szentmise, a szentmise áldozatot pedig elhúnyt Vince Antalért, elhunyt és illő családtagjaiért ajánljuk föl. Holnap délután 2 órától imaóra lesz egyházközségünket itt a templomban. A májusi litániát hétvégén a szentmisék előtt, hétközben pedig a szentmisék végén imádkozzuk el. Most ez ugyan elmaradt az első áldozás miatt, a jövőben majd erre jobban figyelünk. Szerdán este 7:30-kor a Szent István közösség találkozik a plébánián, és Ideg István tanárul lesz a vendégünk. Június 12-én lesz egyházközségünkben a bérmálás, erre készülünk majd, és május 21-én a szombatesti szentmisében emlékezünk meg a május hónapban elhunytakról. És ugyan már többször hirdettem, de szeretném megerősíteni, hogy májusban van az adóbevallásoknak az ideje, a személyi jövedelem
bevallásának az ideje május 25-e, és ugye 2%-ról dönthetünk. 1%-ot csak egyházaknak lehet felajánlani. A katolikus egyháznak a technikai száma 0011, és a másikat pedig különböző alapítványoknak, egyesületeknek, az egyházközségünknek is van alapítványi száma, technikai száma, kint van a fali újságon, illetve a honlapon is el lehet olvasni. És van egy érdekesség, hogy a nyugdíjasok is, akiknek adószáma van, ők is ugyanígy az rendelkező nyilatkozatot leadhatják. Kérem, hogy ha tehetik, akkor ezt tegyék meg. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.